Nyílt napot tartott a továbbtanulók számára a Sárospataki Árpád vezér gimnázium. Az érdeklődő fiatalok és szüleik tanórákon is részt vehettek, illetve az iskola diák életébe is betekintést nyerhettek. Ez a nap kiválóan alkalmas arra, hogy azok a diákok, akik azon gondolkoznak, hogy esetleg az Árpád vezér gimnáziumban folytatnák a tanulmányaikat, őket megerősítsük, hogy az a döntés vagy elgondolás helyes, hiszen érdemes ebbe az iskolába járni, mert sokszínű diákélet van, magas szintű oktatás és olyan hangulat, amely könnyebbé teszi az egyébként igen magas gimnáziumi követelmények elsajátítását. Az igazgató szerint az is fontos, hogy a tovább tanulni szándékozó tanulók nyíltan kérdezhessenek a gimnazistáktól. Ennek lehetőségét is megteremtették az aulában. Itt vannak az AVG-s gimisek, akik olyan információkat is át tudnak adni az érdeklődők iránt, amit én nem feltétlenül tudok, de mégiscsak az iskola életét, hangulatát adja vissza. Mindig is szoktam kérni az szülőket, gyerekot, hogy bátran kérdezzék őket, mert lehet olyan kérdés, amit nekik fölmernek tenni, nekünk esetleg nem. A nyílt napos tanulók között olyan is volt, aki már biztosabban, hogy az Árpád vezér gimnáziumba adja be jelentkezését. A rendhagyó óra is ezt erősítette meg benne. Eddig egy angol órán voltam, és szerintem elég jó. A tanár kifejezetten nekünk készült egy rendhagyó órával. A cigányról érkezett szülő elmondta, sok jót hallottak a gimnáziumról, ezért szeretné, ha a gyermeke felvételt nyerne. Még csak jót hallottunk erről az iskoláról, nagyon vonzónak találjuk ezeket a programokat, amiket itt bemutattak, és szeretnénk, hogyha a lányoknak a tanulmányait sikerülne a jövőben itt folytatni. Nagyon tetszik, és szeretnék ide bekerülni és itt tanulni. Hát amit idáig hallottam róla, az nagyon tetszett, és innen szeretnék főiskolára tanulni, a nyelvvizsgák, és hogy nagyon sok lehetőségek vannak, amik más iskolákban nem. A Sárospataki Árpád vezér gimnázium nyílt napján közel 250-en vettek részt. Az eddigi tapasztalat az, hogy a nyílt napon megjelentek 80%-a az Árpád vezér gimnáziumba adja be a továbbtanulási jelentkezését.